Köszöntöm nézőinket, Önök Hozam című gazdasági magazinunkat látják, Gyela Jászmin Grész vagyok. 3,5 milliárd forintból alakítottak ki új gyáregységet Dunaföldváron, egy főként bioetanol előállításával foglalkozó cégnél. Az átadón Süli János, a Paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy a hasonló beruházások nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a térség gazdasága egyre erősebb legyen. Szalagátvágás előzte meg az új gyáregység átadását. A Dunaföldvári, főleg bioetanol üzemanyagot gyártó cég mostantól a náluk feldolgozott kukoricából már talajjavítót is előállít. Az ehhez szükséges 3,5 milliárd forintos beruházás most fejeződött be. A végső célunk, hogy egy olyan hozzáadott értékkel bíró, a világ élvonalába tartozó termékkörrel legyünk jelen mind a hazai, mind a nemzetközi piacon, amelyek minden szempontból megfelelnek a körforgásos gazdaság elvárásainak. A nálunk felhasznált alapanyag minden részéből ugyanis terméket állítunk elő, így nem keletkezik hulladék. Az általunk előállított bioüzemanyag 70%-kal alacsonyabb üvegházhatású gázkibocsátást produkál, mint a fosszilis benzin, mindeközben tovább csökkentjük a termeléssel összefüggő környezeti lábnyomunkat. Egyre inkább beigazolódni látszik, hogy az általunk is követett irány jelentheti az egész agrárium és az állam számára a legjövedelmezőbb, valamint minden szempontból sikeres jövőt. A Dunaföldvári biofinomító üzem, amely a kontinens legnagyobb egy telephelyen található ilyen létesítménye, és a termelési hatékonyságot illetően is a világ élmezőnyéhez tartozik, kiszámítható, biztos keresletet jelent a mezőgazdasági termelők számára, és egyben elősegíti a térségbeli beruházásokat, fejlesztéseket. Az üzem átadóján Süli János, a Paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt emelte ki, Dunaföldvár és a Dunamenti kiemelt fejlesztési térség rendkívül fontos a számukra, ezért például a város térségében 60 kilométernyi új út épül, illetve több mint 330 kilométernyit újítanak fel. Nem először vagyok itt. Mikor az első ütem megépült, már akkor megtekintettem, hisz azért mindig, mint mérnök is érdekelt, hogy akkor hogy működik ez, mi a végtermék. És sokan félreértették, és azt még Nagy István miniszter úrral és kormányülésen is pontosítanunk kellett, hogy nem arról van szó, hogy az állatok elől elveszük a takarmányt, és akkor ebből üzemanyagot csinálunk, hanem mind a kettőt csináljuk, és most már ugye nem csak mind a kettőt csináljuk, hanem számtalan terméket. Azért merem úgy mondani, hogy csináljuk, mert ugye szívem csücskében benne van, nem egyszer találkoztunk pont azért, hogy valamit lobbizzunk együtt, hogy ez még jobb legyen. És ugye a térségfejlesztés atomerőmű beruházás szempontjából is fontos. Mi mindig azt is képviseltük, hogy nem csak az atomerőmet fogjuk megépíteni, hanem ezzel együtt a környező térségeket is szeretnénk fejleszteni, és ha mi tudunk segíteni abba, hogy ipari term, más ipari paks, amikor készen lesz, nem fog foglalkoztatni csak 1500 embert, ezért muszáj ide telepíteni egyéb ipart is a régióba, és ebbe Dunaföldvár hogy élen jár, mert nem csak a etanolüzemről tudunk beszélni, hanem itt van a vajdapapír is jelentős új beruházással is. Tehát azt gondolom, hogy a városnak is az árbevétele, adóbevétele, az kezd biztos alapokon állni, és a polgármester úrnak egy gonddal kevesebb van, mert nem csak támogatásból tud előre menni. Nagy István agrárminiszter mások mellett azt emelte ki, hogy amíg Magyarország kukorica exportőr, addig rendkívül fontos, hogy minél több kukoricát dolgozzanak fel belföldön a lehető legnagyobb hozzáadott értékkel. Létkérdés, hogy dolgozzuk fel itthon, hogy minél nagyobb hozzáadott értéket tudjunk elérni, hogy a helyi gazdaságot tudjuk erősíteni. Ez a kulcsa itt ennek a Dunaföldvári üzemnek is. A helyi gazdaságot erősíti. És a mai átadás egy igazi közép-európai sikertörténet, nyugodtan fogalmazhatok így, hiszen azért vagyunk itt együtt, hogy végig gondoljuk mindezeket, hogy minden egyes
növényünknél, minden egyes mezőgazdasági terméknél hogyan tudunk minél több hozzáadott értéket biztosítani, hogyan tudunk minél több ember számára megélhetést biztosítani belőle. A 22 hektáros dunaföldvári üzem Európa legnagyobb egytelephelyen működő biofinomítója. A 8. osztályos diákokat és szüleiket most leginkább a továbbtanulás foglalkoztatja. A Tolna megyei szakképzési centrum Vályi Péter szakképző iskola és kollégiumában a strukturális változáson átesett szakképzés keretein belül számos szakma közül választhatnak a leendő 9. évfolyamosok, akiket november 18-án és 19-én várnak nyílt napon az iskolába. A Tolna megyei szakképzési centrum Vályi Péter szakképző iskola és kollégiumában a 2021-2022-es tanévben közel 400 nappali és felnőtt képzésben résztvevő diák folytatja tanulmányait, tudtuk meg Fúrján Katalin Anett igazgatótól. A napi szakmai oktatási tevékenységet 34 fő főállású, 4 fő részmunkaidős szakmai oktató segíti, valamint 4 óraadó is kapcsolatban van velünk. Ehhez megfelelő háttérrendszert kell biztosítani, amelyet 14 fő technikai dolgozó biztosít itt nálunk a Vályban. A 2021-22-es tanévben a szakképzőiskolában 4 ágazaton tanulhatnak a diákok nálunk. Ez a 4 ágazat hagyományosan a gépészet, az építőipar, a kereskedelem, valamint a turizmus vendéglátás. Amire nagyon-nagyon büszke vagyok, és most hosszú távon segíti a munkánkat, a 2021-es év megafejlesztése, a 3D labor. Ennek a fejlesztésnek köszönhetően intézményünk eszköztára bővült különböző drónokkal, szoftverekkel, robotkarokkal, VR szemüvegekkel, és ezek tulajdonképpen nagyon-nagyon hasznosak, és érdekessé teszik a mindennapos munkánkat. Gondolok arra, hogy egyéni, páros, csoportos munkában nagyon jól hasznosíthatók. Továbbá, mert igaz nálunk 2020 szeptember 1-e óta projektoktatás van a 9. évfolyamon, és nem tantárgyi keretek között sajátítják el a szakmai tartalmakat a diákok, így aztán, hogy érthető legyen, amit mondok, egy nagyon egyszerű példával szeretném szemléltetni. A 9. évfolyamos turizmus vendéglátás ágazaton tanuló diák bemegy a 419-es terembe a projektoktatás keretein belül, és a virtuális valóság segítségével ismeri meg a világ turisztikai desztinációit, tehát tulajdonképpen élményszerűen tárul elé mindaz, amelyet azért nagyon-nagyon nehéz lenne egyéb módon megismernie, és ki sem kell mozdulni a 419-es terem falai közül. A 2022-es, 23-as tanévben is a hagyományos ágazatokat kínáljuk a minket választóknak, tehát a technikum vonatkozásában az informatika és távközlési ágazatban kívánunk osztályt indítani, tehát bárki, aki az informatika felé kacsingat, annak ezt nagyon-nagyon tudom ajánlani, informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus válhat belőle, valamint turizmus vendéglátás ágazaton várjuk a vendégtéri szaktechnikusokat hozzánk. A szakképzőiskolában pedig az imént említett 4 ágazatban szeretnénk osztályt indítani, tehát a kereskedelem területén kereskedelmi értékesítő szakmára várunk diákokat, a turizmus vendéglátás területén szakács, pincér vendégtéri szakember szakmákra, az építőipar területén festő, mázoló, tapétázó, az építőipar területén még kömüves szakmákra is, és a gépészet területén hegesztő és épület és szerkezet lakatos szakmára. A szakképzésben a 9-es diákok ágazati alapoktatásban vesznek részt, majd duális képzőpartnernél történik a 10-11. Évfolyam oktatása. Az 5 éves technikumi képzésben tanulók 2 évig ágazati, majd 3 évig szakirányú alapoktatásban részesülnek. Ezt követően pedig szakmai bizonyítványt és érettségit szerezhetnek a diákok.
Szakképző intézményként számunkra nagyon fontos és hangsúlyos a mesterségbeli tehetségfejlesztés területe. Úgy gondolom, hogy minden szerénytelenség nélkül ezt eredményeink is alátámasztják, mindazok az eredmények, amelyet a szakma kiváló tanulója versenyen diákjaink több mint 4 évtizede produkálnak és letesznek az asztalra. November 18-án és 19-én a Tolna megyei szakképzési centrum Vályi Péter szakképző iskola nyílt nappal várja most 8-os tanulókat. Ezeken a napokon betekintést engednek majd az intézményben folyó oktatásba. Továbbá idén ismét meghirdetik a pályaválasztási kalandőrületet. Pályaválasztási kalandőrület újra csomagolt formája a kalandőrületnek, amely több mint 10 éves hagyományra tekint vissza a Vályiban. Ez egy internetes, jelenleg 10 órás játék lesz, amelyre általános iskolai 8-as osztályos csoportok jelentkezését várjuk. A Tolna megyei szakképzési centrum Vályi Péter szakképző iskolába várnak minden tanulót, akinek az intézmény felkeltette az érdeklődését. Befejeződött az idei Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program, melynek keretében 3 tonna lisztet adományoztak 3 Tolna megyei civil szervezetnek. A 11 éve indult kezdeményezés már annyira népszerű lett, hogy a diaszpóra különböző területeiről is érkeztek gabonaadományok. Idén több mint 9000 kg búzát adtak össze a Tolna megyei gazdák. Véget ért a 2021-es Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program, megtartották a záró ünnepséget Szekszárdon. A 2010-ben indult kezdeményezés keretében Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence magyarok lakta területeiről ajánlanak fel búzát a gazdálkodók, magyar gyerekeket és családokat segítő szervezeteknek. Határainkon innen és túl közel 100 000 magyar család mindennapi kenyeréhez járulva ezzel hozzá. Idén is elérkeztünk ehhez az ünnepélyes záró ünnepségéhez a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programnak. Itt minden évben ugye egy kicsit számadást készítünk. Augusztus 20-áig tartott Tolna megyében is, mint országosan is a gyűjtés. 91 gazdálkodó adományozott, és ennek a 91 gazdálkodónak köszönhetően 9,3 tonna búza adomány gyűlt össze. Ami örömteli hír, hogy 3 szervezetet tudunk megajándékozni ebből a mennyiségű lisztből. Mindegyik szervezet 1 tonna lisztet fog tudni szétosztani a rászoruló családok részére, és ez a 3 szervezet pedig a Dunamenti Polgári Egyesület, a Gyulaért Alapítvány és a Paksi Caritas csoport. Vendég Edita, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke elmondta, hogy az idei aszályos időjárás ellenére nagy volt az adakozási kedv, és így közel ugyanannyi termény gyűlt össze, mint a tavalyi évben. Tolna megyében is van egy stabil gazdálkodói réteg, egy stabil mag, aki minden évben adományoz a Magyarok Kenyere program keretén belül, ezt szeretnénk azért mindig bővíteni. Viszont az idei év nem igazán volt kedvező időjárási szempontból, és ez azt gondolom, hogy a búzák minőségére is rátette a névjegyét, és sajnos kevesebb volt a malmi minőségű búza, ezért úgy gondolom, hogy az adományok mennyiség és az adományozók számát is ez mindenképpen befolyásolta. A megadományozott egyesületek boldogan vették át az oklevelet. A Paksi Caritas csoport például Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkártól, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselőjétől. A szervezet közel 150 rászorulónak segít. Én azt gondolom, hogy egy rendkívül nagy segítséget jelent, hiszen szervezetünk adományokból él, rengeteg adományt kapunk, ide beletartoznak a használt ruháktól a készpénzig mindenféle adomány, és most ezzel a lehetőséggel óriási segítséget fogunk tudni biztosítani azoknak a rászoruló embereknek, akik hetente 2 alkalommal megfordulnak nálunk azért, mert szeretnének valami adományhoz hozzájutni. Egy rendkívüli kezdeményezés, én azt gondolom, de ez csak az én személyes véleményem, hogy az ilyen adományoknak mindig nagyon kell örülni, hiszen a rászoruló embereken való segítség az minden ember számára egy igen nagyon nagy karitatív dolog. Berta Zoltán, a Dunamenti Polgári Egyesület elnöke elmondta, örül, hogy ők is részt vehetnek az adományozásban.
Nagyon nagy tisztelettel köszönjük ezt a lehetőséget, örömmel tölt el bennünket, hogy ez a megtiszteltetésért, hogy Magyarok Kenyere jótékonysági akció keretében mi lehetünk az egyik lebonyolult szervezet, mi lehetünk az az egyik fontos láncszem, amely gyakorlatilag az önkéntes társadalmi felelősségvállalásból származó adományokat, a mindennapi kenyerünket eljutatja a legrászorultabbak asztalára. Én bízom benne, hogy ennek a feladatnak megfelelő módon eleget fogunk tenni. Annál is inkább, mert ugye egyesületünk a Dunamenti Polgári Egyesület, ugye Tolna megyében a civil központi szerepet és tevékenységet ellátja, úgyhogy széleskörűen van kapcsolatunk a megyei civil szervezetekkel, illetve a közösségépítő munkánk eredményeként rendezvényeink kapcsán nagyon sok emberrel, nagyon sok közösséggel vagyunk kapcsolatban, tehát megfelelő rálátásunk van arra vonatkozóan, hogy hol vannak azok a személyek, hol vannak azok a családok, ahol ez a segítség, az az adomány jól jöhet, nagy segítséget fog jelenteni. Alapvetően ugye az egyesületünk, amikor létrejött itt Szekszárd térségében, a Dunához közel, Duna mente tájékán, mint egy 20 települést érintően szerveztük meg tevékenységünket, illetve jelöltük ki a célterületet, úgyhogy valószínűsíthetően a tevékenységünket is, tehát ezt az adományt is majd ebbe a Szekszárd térségében fogjuk szétosztani, de természetesen ahol a legrászorultabb, a legnagyobb igények lesznek, ez lesz a fontossági sorrend. A Dunamenti Polgári Egyesületnek Horváth István Tolna megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője adta át az adományozó oklevelet. A Magyarok Kenyere program az egyik legsikeresebb nemzeti összetartozást szimbolizáló program, ami egyik oldalról bemutatja azt a több száz éves hagyományt, hogy valóban a vidéki gazdálkodó, úgymond parasztember verejték árán kereste meg a kenyerét, és hogy ennek régen milyen nagy tisztelete és becsülete volt. Erre kívánja egyik oldalon felhívni ez a program a figyelmet. A másik oldalon meg az adományozásról, hiszen a mostani program is egy olyan adományozás, amikor Tolna megyei gazdák ingyenesen felajánlották a termésüknek egy részét, amelyben Tolna megyei malomban búzát töröltek, amiből liszt lett, és a megyében 3 civil szervezet több száz Tolna megyei rászoruló családnak juttatja azt a liszt adományt, amely egy pillanatra is, de az adott családnak, illetve közösségnek az életét egy kicsit ünnepibbé teszi. Tehát jó ezt megtermelni, jó adományozni, és így összességében azt is szimbolizálja, hogy mi magyarok határokon innen és határokon túl is büszkék vagyunk az identitásunkra, a hagyományainkra, a nyelvünkre, a hitünkre, és arra a vidéki háttérre, amiből ezt a közösséget, mint ahogy említettem, évszázadokon vagy évezeteken keresztül építettük. Az eseményen részt vett Zsikó Zoltán, a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program Tolna megyei nagykövete is. Nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a gazdák idén is mellénk álltak, és a jó szándékuknak és a jó szívüknek köszönhetően támogatták ezt a kiváló programot, melynek köszönhetően nagyon sok család fog majd részesülni ebből a búzából. Ugye többször beszéltünk már arról, hogy szimbolikus jelentősége is van ennek a programnak, hiszen a magyar nyelvterületről, a Kárpát-medencéből és a Párciumból jöttek össze ezek az adományok, és ezeket az adományokat, lisztadományokat összeöntjük, és ebből készül a liszt, és tulajdonképpen nagyon szépen szimbolizálja azt az egységet, amelyben mi magyarok és a magyar gazdák gondolkodnak. Én azt gondolom, hogy nekem legfőképpen az a feladatom itt a mai eseményen, hogy köszönetet mondjak mindenkinek, aki támogatta azt, hogy ez a program ez ilyen sikeres lehessen, és kívánom, hogy a jövőben is legalább ennyit, de ha lehet, akkor még több búzát és lisztet tudjunk majd felajánlani. Mindenképpen nagyon megtisztelő, hogy én lehettem ebben az évben ennek a programnak a nagykövete. Én igyekeztem mindent megtenni a személyes kapcsolataimon és a különböző megjelenéseimen keresztül annak érdekében, hogy ezt a programot népszerűsíteni tudjam. Egészen biztosan ez a program nélkülem is ugyanilyen sikeres és népszerű lehetett volna, meg lett volna, de azt gondolom, hogy inkább ez nekünk megtisztelő, hogy egy ilyen programnak lehettünk a részesei, de természetesen sok gazdával, sok vállalkozóval, különböző beszélgetések folytán egyeztettem azért, és egyeztettünk arról, hogy ki milyen módon tudja ezt a programot segíteni. Úgyhogy én magam részéről azt gondolom, igyekeztem ebbe sok energiát beletenni. A program első évében, 2010-ben 10 tonna gabonát tudtak összegyűjteni. Ez mára már több mint százszorosára nőtt.
A terület fejlesztési operatív program projektjei pozitív hatással voltak a gazdaság több ágazatára, elég csak az építőipar vagy úthálózat fejlesztés programjaira gondolni. A Tolna megyei önkormányzat közgyűlése elfogadta a következő időszak fejlesztési koncepcióját. Megközelítően 45 milliárd forint jut majd az igények kielégítésére. Fehérvári Tamás elnök azt mondta, a cél, hogy folytassák a már elkezdett programot. A Tolna megyei közgyűlés kidolgozta a következő ciklus területfejlesztési koncepcióját. Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke azt mondta, a rendelkezésre álló 45 milliárd forint felhasználására a települési vezetők és az országgyűlési képviselők javaslatai alapján született döntés. Itt arról kell tulajdonképpen dönteni, hogy az a 45 milliárd forint, ami a következő ciklusban várhatóan erre a topos rendszerre majd jut, ezt milyen arányból osszuk el a járási székhelyek, kis települések, városok, falvak, tehát hogy mindenki jól lakjon, mindenki megkapja azt, amit szeretne építeni, fejleszteni a következő ciklusban. Úgy gondolom, hogy sikerült egy hasznos kompromisszumot kötnünk, ebbe nagyon komoly segítséget kaptunk az országgyűlési képviselőktől, akik ötleteikkel, javaslataikkal és megértésükkel támogatták ezt az egész koncepciót. Én azt gondolom, hogy lényeges változás nincs, hiszen ha átgondoljuk, hogy egy településen mi fontos, egyrészt az ottani életfeltételeinek a biztosítása, a közlekedés, a munkahelyteremtés, az embereknek a jóléte és a gyermekeiknek a biztonsága, tehát óvodák, bölcsödék, közutak, tehát nagyon-nagyon sok olyan terület, ami eddig is megvolt már, de most külön hangsúlyt kap majd. Emellett a Közép-Dunamenti Fejlesztési Tanácsnak köszönhetően újabb források érkezhetnek a Dél-Dunántúlra. A cél, hogy az új atomerőművi blokkok megépítése után is fejlődő pályán maradjon a térség gazdasága. Mikes Éva, a Dél-Dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosa azt emelte ki, a régió koncepciójának összeállításakor három térségfejlesztési zónát határoztak meg. Ez a gazdaságfejlesztési zóna területében semmiben nem tér el attól, amit mi Dél-Dunántúlként megszoktunk, tehát a három megye, Somogy-Tolna és Baranya megye alkotja. Ennek egyébként csak egy programozási egység feladata van, és mint ahogy a kinevezés tartalma is mutatja, egy komplex szemléletben óhajtjuk vizsgálni a gazdasági fejlődésnek a lehetőségeit. Erre vonatkozóan tanulmányok készültek, különböző szakmai csapatok dolgoznak ezen, hogy komplexen ezt a feladatot hogyan tudjuk megoldani. Említettem, hogy Kaposvár, illetve Pécs esetében, amelyet természetesen Kaposvár térségét, valamint a Pécs-Mohács térséget úgynevezett növekedési centrum térségnek tekintjük, olyan térségeknek, amelyeknek a sorsa kihatással van a tágabb környezetükre is. A harmadik növekedési centrum térségnek mi a Szekszárd-Paks-Mag térséget gondoljuk és definiáljuk. Nyilvánvaló itt nem volt annak értelme, hogy más sok bevonásával készüljön el ez a program, hiszen a Közép-Dunamenti térség az egy 99 települést magába foglaló térség. Ezen 99 településnek körülbelül kétharmada van a Dél-Dunántúlon. Ilyetén módon a mi általunk MAG térségnek tekintett Szekszárd-Pak térség is. És itt a fejlesztési tanács vezetésével készült a Közép-Duna mentére egy fejlesztési program és koncepció. A célok között szerepel például az ipari és mezőgazdasági termelés ösztönzése, a magasabb szintű életminőség megalapozása, a fenntartható környezetgazdálkodás és innovatív agrár és életműszer szektor megteremtése is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói: Tolna megyei szakképzési centrum, Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara.